Korom sötétben érkezik a vasúti szerelvény Sárbogárd felől, összesen két utassal. A felvétel kedden este 7 óra 57 perckor készült, mindössze 3 perccel a kijárási tilalom kezdete előtt. Hiába van hatályban november eleje óta az este 8 és reggel 5 óra közötti kijárási tilalom, az egyébként állami tulajdonú, az adófizetők pénzéből fenntartott MÁV nem változtatott a menetrenden, és a vasútvállalat szóvivője azt mondja, ezt nem is tervezik. A Mástárc ZRT közszolgáltatást lát el az állammal megkötött szerződés alapján, és benne van az, hogy a közösségi közlekedés fenntartása kiemelten fontos országszerte a mindennapi élet és a gazdaság működtetése érdekében, ezért nekünk a kötelességünk az, hogy továbbra is biztosítsunk ebben az időpontban is a folyamatos és biztonságos személyszállítást. Bár a jegyeladásokon egyértelműen látszik, hogy csökkent az utasok száma ebben az időszakban, a szóvivő mégis azt mondja, azért tartják fent az eredeti menetrendet a késő esti, éjszakai és hajnali időszakban is, hogy azok az utasok, akiknek el kell jutniuk a munkahelyükre vagy onnan haza, ők ezt biztonságosan meg tudják tenni. Igen, itt lehetne számolni a költségeket összehasonlítva a bevételekkel, és nyilván a költségek győznének, de ez ahogy a tavaszi karantén időszakban sem volt szempont, most sem szempont, elsődleges szempont az, hogy biztosítsuk a biztonságos és kiszámítható és folyamatos közösségi közlekedést. A szóvivő azt mondja, egyébként folyamatosan fertőtlenítik azokat a járműveket, amelyek minden nap részt vesznek az utasforgalomban. Takarítás után végeznek záró fertőtlenítést, amely elpusztítja a baktériumokat és a koronavírust is.